Na, sziasztok! Akkor ahogy látjátok, ennek a videónak az a címe, hogy Linux élmény, vagy valami hasonló címe lesz, Linux élmény egy 2007-es laptopon. Kíváncsi vagyok, hogy úgy ezzel a capture cardos megoldással, tehát úgy, hogy nem a gépről magáról veszem föl, hanem egy külső végi a ilyen, mindenféle ilyen USB cuccokkal, meg átalakítókkal veszem föl, hogy, milyen az élménye, amikor egy ilyen régi gépet Linux-al használtok. Hát ez így biztos jobb képet fest róla, mint hogyha kamerával kívülről felveszem, milyen gyorsan bootol, vagy hogy működik, vagy persze, hogyha magán a gépen veszem föl, akkor pedig erre mennek el az erőforrások. Szóval gondoltam, csinálok erről is egy ilyen videót, hogy egyáltalán milyen manapság, tehát 2021-ben használni egy 2007-ben készült laptopot, ami akkor is inkább ilyen középkategóriás volt. Közben a gép itt be is bootolt, tehát hogyha valaki érdekel, akkor állítsa meg a időt, és lássa, hogy most beírtam a jelszavamat, és el is indult a számítógép. Tehát ennyi volt a bootolás. Nincs benne SSD, meg semmilyen varázslás. Ez teljesen gyorsan így indult el. Most nézzük, mennyi memóriát használ, mikor egy üres járatba elindul a számítógép. 56 megabájtot, ez számomra érdekes, mert egyébként 49 volt az előbb, amikor ugyanígy bebootoltam, mindegy. 1,3 GB RAM van ebbe a gépbe, egyébként másfél giga, de abból a videokártya használja a maradékot. És látjátok, hogy 56-ot használ, meg 0 MB swapot, tehát üresen nem swapol a gép, amikor nem csinál semmit. Most persze ez egy, mondhatjátok, hogy ez karakteres felület, nincsen grafika. Ez így van, mert én nem szoktam elindítani a grafikát egészen addig, amíg nincsen rá szükségem. Tehát itt terminálban is tudok dolgozni, ha szükségem van rá. Most indítsuk el a grafikát, tehát az X-szervert. És fogjátok látni, hogy én ott is egy ilyen minimalisztikus beállítást rakok be, de egyébként egy sokkal jobb gépen is ugyanígy szoktam beállítani. Látjátok, van egérmutató. Most nyitok pár ablakot, hogy lássátok, hogy ez tényleg grafikus felület. Tudom ezeket a ablakokat így pakolászni. Most az ne zavarjon titeket, hogy ez pont ilyen szöveges terminál, de látjátok, hogy ez egy teljes grafikus felület, és minden szépen elindult. Akkor nézzük meg most, mennyit teszik teljesen üres járatba a gép. Tehát, hogyha csak az asztal jött föl, most itt semmi ikon nincs, meg semmilyen ez zavaró tényező. 67 megabájtot. Tehát úgy, hogy teljes grafikával működik a gép, és gyakorlatilag fölállt a rendszer. Ezt adjátok össze. 67 mega RAM. Ennyit használ el. Csináljunk Wi-Fi-t, mert azt is ugyanúgy külön kapcsolom én be, mert általában ez a gép egyébként dróton van, szóval felesleges is a Wi-Fi-t külön bekapcsolni. Van erre ilyen kis scriptecském, és már látszik, hogy működnek is a hálózati dolgok. És akkor tudunk nyitni mondjuk egy webböngészőt. Ezt a DVM nevű ablakkezelőt használom egyébként a Linuxon. Ezt mindenkinek nagyon ajánlom, mert nagyon keveset. Láttátok, hogy pár megabájtot, 3 megabájtot eszik a... Hát jól lehet, hogy 10-et, ha megvan kicsit járatva. De nagyon keveset eszik ahhoz képest, hogy teljesen üres csupasz a rendszer. Na, indítsunk egy Windows-os, vagy Windows-os? Windows P-vel, Windows gombbal és a P gombbal tudok ilyen programot indítani. És elkezdem gépelni a programnak a nevét, és kitalálja, hogy mi az, de nem kell, hogy a kezdőbetűt találjam el, mert ha azt írom, hogy Moon, akkor látja, hogy a Perlmoon-ban benne van az, hogy Moon, ez egy internetes böngésző, és akkor el fogja azt indítani. Mindenkinek ezt a Perlmoon-t ajánlom egy régi gépen, tehát például ezen a 2007-es egymagos gépen, főleg ha egymagos, mert ez a Firefox-ból lett átalakítva a fejlesztője által, és azóta már saját engine név fajult ez, meg minden, viszont nem Chromium alapú. És ez azért fontos, mert minden, ami Chrome alapú, vagy Chromium alapú, az sajnos egymagos gépen pazarló. Mert processzeket nyit minden egyes ilyen tapfülhöz, vagy minden, nem csak tapfülökhez, hanem egyébként más dolgokhoz is. És ez nagyon drága nektek, mert hát egy magotok van, és igazából az minden annak költsége van. Ez meg csak szálakat használ. És látjátok, itt a blogomat tök jó megnyitotta, ez egy teljes értékű böngésző, tehát nem ilyen lebutított változat, ezért ajánlom mindenkinek egy régi gépen. Látjátok, egy jó megírt oldalt, az teljesen gyorsan betölt, és ilyenkor responsíven tudtok használni. Most van is 4 tab használatban, nézzük mennyi a memória. 183 megabájtot használunk, úgyhogy megy a browser 4 tabbal, és egyébként nézzétek meg, milyen villámgyors responsív. Ezek virtuális képenyők gyakorlatilag,
tegeknek mondják DVM alatt, nem teljesen képernyő, mert például egyszerre kettőt is nézhetek így egymás mellett. Észrevettitek, hogy nálam alapvetően nem így használom az ablakokat, hogy így átméretezgetem, mert ez egyébként a Windows gombot lenyomva kell tartanom és a jobb gombbal így méretezgetni. Hanem nálam minden full screen. Windows középső kattintással most ki is full screen-elem. Tehát alapból a browser full screen, a terminál full screen, ez a terminál, ahol a internet kapcsolat ellenőrzése van. Szóval ezek mind full screen dolgok nálam. Mitten, hogyha a hangerőt akarom szabályozni, akkor ez is full screen, a hangerő szabályozó. Most ez éppen a speakeré, most az remélem nem is használjuk, mert az kihallatszódna. Értitek? Szóval minden full screenben fut, és minden a saját kis virtuális képernyőjén. Általában 4-esre rá szoktam tenni a terminált, vagy ha dolgozok, akkor ugyanúgy a 4-esre teszem. Mondjuk itt a install alatt van, Logmaster. Programozó vagyok, tehát például általában már ráálltam ilyen, még ennek a gépnek a hatására, hogy Vimmel fejlesztek. De mondom, sokkal jobb, erősebb gépeken is ugyanígy álltok be mindent. Mert egyszerűen gyors, hatékony. Gondoljatok bele, hogy alig nyúlok az egérhez. Most csak azért szoktam nyúlkálni az egérhez szinte, hogy lássátok, hogy ez egy grafikus felület. De egyébként a Windows és mit én 2, akkor átmegyek a 2-es képernyőre, mert akarok valami helyet keresni, hogy hogyan kell a C++-ba mit csinálni. Ezt mindenki tudja mondjuk, hogy kell FOPENT használni, de rákerestek, kijön valami hír, ú de jó, c++.com, és akkor ugye kijön. Ja, érdekes trikk, hogyha tényleg dolgozni akartok és nem okoskodni, akkor nem elinkszel Links 2-vel? Nincs föltéve? Szóval egyébként, hogy nagyon sok oldal, az bejön így is ezzel a Elinksen visszerkesztő internetes browserrel, és ezt viszont terminálban is tudjátok használni, tehát még grafikus felület nélkül is. Tehát, hogyha tényleg csak dolgozni akartok, és mit másolgatni így valamit be, akkor akár ezt is használhatjátok. De persze azért az ember szeret egy rendes böngészőt is használni, és látjátok, hogy igazából még mindig szinte semmi nem fogyott el a memóriából, tehát hol tartunk? 307 mega, 1,3 gigabájt van. Itt hozzátenném, hogy én úgy konfiguráltam be, hogy 1 gigabájtot az teljesen szabadon használhat a rendszer, és a fölött egy Z-RAM vagy Z-Swap, ezt már sok névvel láttam ezt a rendszert, a technikát, tehát azt hiszem Z-Swap-nak hívják a legújabban. A fölött 300 mega, a maradék 380 mega az meg ilyen Z-Swap-nak van beállítva, az azt jelenti, hogyha azokat a RAM-okat is elkezdi az ember használni, akkor ott tömörítve lesznek a dolgok. Tehát zippelve gyakorlatilag. Ez olyan, mintha swapolná, tehát így lassabb lesz, mert CPU ideig tart, amíg hozzáférsz ahhoz a memóriához, de sokkal gyorsabb, mintha swapolná, tehát mintha tényleg valós diszkre írná. Hát mondjuk az jó kérdés, hogy ha SSD lenne egybe a gépbe, akkor ott melyik lenne gyorsabb, de szerintem még úgyis gyorsabb ez az RAM. És olyan helyzetekben, ahol kevés RAM-otok van, ugye ezt nagyon jól tudom ajánlani. Hát valami trükkösködnöm kellett, hogy csak 300 megát használjam, mert az volt az alapbeállítás, hogy a RAM felét használja erre a zippelésre, és az nekem azért nem tetszett, mert azt szerettem volna. Azt hiszem az Open Imperium Galactica az például már néha fölkúszik 1 giga fölé, és viszont nem lassul be, hogyha ezzel az Z-swap-pal működik. Ha rendesen kiszwapolna, akkor lehet, hogy akadozna, mert az Java-ban van sajnos megírva az a játék, tehát biztos mindenki ismeri az Imperium Galaktikát, és akkor ez ennek egy ilyen open source változata. Az egyesnek, nem a kettőnek. Jó. Oké. Hát itt lehet tabokat nyitni, hogyha valaki nem ismerni a Vimet. Mit én? Ops.cpp. El lehet menteni session-t. Nézzétek meg, amiket írkáltam róla. És akkor ugye könnyen vissza lehet ezt nyitni. És akkor pont ott lesztek, ahol voltatok. Jó, szóval én úgy szoktam beállítani a munkakörnyezetemet, hogy a 4-es ilyen virtuális képernyőn taggen a DVM szerinti terminológiában.
Ott általában dolgozok, tehát ott vagy terminál van, vagy így a programkódot látjátok, akár ezt a felső bárt eltüntetem, és akkor tiszta full screenbe látom a kódot. Egyébként is így a legjobb dolgozni, nem? És hát mondjuk azt szoktam még, hogy az ötösre meg szintén oda megyek abba a könyvtárba. Insta, hol volt az Ogmaster? Nem tudom, miért az Insta alatt van, általában a munka alatt vannak ezek. Mindegy. És itt például kipróbálgatom, amit írtam. Most nem fogom lefordítani, az itt lehetne a make-kel lefordítani is. Ez az a program, aminek ott a forráskódját látjátok. Jó, igazából ez egy szoftverkönyvtár, ami ilyen OVA fájlokat tölt be, tehát bármilyen modellt, 3D modellt megjelenít. Ez most csak egy példa. Jó, megy az interneten is, vagyis egy weboldalban is ágyazható olyan C++ kód ez. Na, mit nézzünk? Gmailt. Ja, néhány trükk a Gmailnek, annak állítsátok be ezt a régi nézetét, mert tehát sokkal gyorsabban használható. Mondom, ilyen jó, responszív oldalak, mint például a blogom is, amik úgy vannak megírva, hogy egyszerűen jól működjenek, ott azzal nincsen semmi probléma, itt láthatom, hogy a saját kis OR headsetemben most a szét van szedve, mert fejlesztve lesz. Szóval ezek tök jól működnek, még az ilyen oldalak is, ami mondjuk az Inda videó, nézzük most ezt a Chaplin-es dolgot, látszik itt azért van egy kisebb akadozás, meg látszik, hogy tölt. Nyilván hát egy 13 éves gép most mit vártok. De teljesen csont nélkül azért le tudja futtatni a videókat, ki lehet tenni full screenbe, minden működik. Most ezt a Chaplin teszem ki, mert... Tehát, ja, most valami nem tette ki full screenbe, de ez nem a weboldalnak a baja, nem szerintem a capture-ozés miatt van. Ezt már észrevettem, hogy vannak ilyen problémák. Lehet, hogy nektek ki is tette full screenbe, most ezt hagyjuk. Szóval igazából nem akadnak a videók, ahol akadnak, hát az a YouTube, sajnos, mert nem tudom, mit csináltak, tehát amióta valamit átállítottak a JavaScript-ekkel, amiket futtat, de irtózatosan lassú lett azóta. Korábban egyébként azt is simán lehetett ezen a gépen használni. Ja, hát ez nagyon jó. Hát, ilyenkor most lehet, hogy meg is csesznek engem, hogy itt másoknak a dolgait mutogatom a saját csatornámon. Azt tudom ajánlani, hogy ezt a MPV nevű programot használjátok. Biztos sokan ismeritek a YouTube DL-t. Az ugye letölti egy fájlba, hogyha így megadod mögé a linket. De van ez az MPV videónézegető, ami eleve használja ezt a YouTube DL-t és közben streameli. Ez tök jó, mert azt mondjátok, hogy így el lehet futtatni a filmet. Kíváncsi leszek, ezt is fogom el tudni full screenbe tenni, meg ilyenek. Mert ott láttátok, hogy ezzel baj volt a másiknál, vagy lehet, hogy nektek az nem látszott problémának, de a ingépen annak nézett ki. Na. Hát ez valami előadás. Most a minőség az... Be lehet állítani, melyik minőséget szedje le egyébként, szóval ennél jobbat is lehet azért kihozni, meg ez nem pont a legjobb videó volt. Hát mindegy, rossz példa, de nem akartam, hogy valami fizetős tartalom hirtelen bekerüljön a csatornámra, így egy másik csatornába. Ez pedig azért gondolom egy ilyen nyílt előadás, hogy azért ez nem hiszem, hogy piszkálni fognak érte. Valamiért itt 240p-be jött le, pedig én nem ezt akartam. Most itt megírom, hogy 360. Nekem vannak ilyen kis trükkök a scripthez. Kíváncsi vagyok, hogy van-e ebből 360p-s. Mert... Tehát így le lehet kérni... Nem. Tehát mindegy, itt a videó csak 240p-ben létezik, szóval azért láttátok pixelesnek, mert hát pixeles. Maga a forrás így pixeles. Úgyhogy azért itt 480p-ig is simán jól tudjátok lejátszani, még 720p-t is le tudtok ezzel a géppel simán játszani. Hogy tartunk RAM-ügyileg? Néha ezt így megnézzük. 510 mega, mert azért a YouTube, hát ez az, ami nagyon eszi. Meg közben itt a reklámoknak a dolgai. De nincsen igazából komoly baj. Úgyhogy be is szárogatunk mindent. Most visszajöttünk 100 mega alá. Jó, hát itt meg vannak nyitva egy-két dolgok, de
közben megy itt ez a jó kis wifi beállítás. Teljesen ugyanoda nem fog visszamenni, ahol volt, azért mert pár dolgot azért cache-be hagy meg ilyenek. Meg például betöltött valami library, ami más programok is úgy gondolja a rendszer, hogy majd használhatnak, ilyen például videokodekek, meg hasonlók, ezt most nem fogja kitölteni. Tehát teljesen nem nyerítik vissza a RAM-ot, de ez nem fog elfogyni, tehát azért ez nem Windows. Ja, és gondolom azt is néztétek, hogy hol van? A swap az nulla, tehát az konkrétan nem használ ez a gép swapot egészen addig, amíg el nem fogy a RAM. És az a Z-RAM, meg mindenféle trükközés. Nem olyan, mint a Windows, mert a Windows az, nem tudom, tehát mostanában kell Windowson is fejlesztenem, van egy olyan céges gépem, ami van Windows 10 is. Hát az sokkal erősebb, meg több magos, meg minden, meg 8 giga RAM van benne, nem 1,3. És komolyan mondom, ott csomó szabad memória van, de azért a Windows akkor is nyomkodja a Winchester-t. Hát most, jó, oké. Van SSD-s gép is, egy céges laptop, ott nincs ezzel probléma, de szóval azért architekturálisan ez nem szép megoldás, akkor így fogalmazzunk. Jó, láttátok, hogy lehet vele böngészni, lehet vele videókat nézni, és 13 éves ez a számítógép. Pontosan milyen ez a számítógép, azt most azért nézzük mégiscsak meg. Azt látjátok itt a RAM-ot, hogy 1,3 GB RAM van, ez másfél giga, tehát egy gigás meg egy 512-es modul van benne egyébként, és a 512-ből abból a maradékot a videókártya használja, LS CPU-val nézzük meg, hogy mi a processzor. Intel Celeron M processzor, 420-as Celeron M, 1,6 GHz-es. A cache-eket is érdemes nézni, hogy 32 kilobájt, tehát nem megabájt, meg ilyenek, mint ma. És ez egy egymagos gép, egymagos 1,6-os. Amit a régi gépen, meg ilyen retrosok kicsit érdekes lehet, hogy SSL2-t, meg SSL-t már azért tud ez. És ez fontos, mert a Palemon böngészőhöz, amiről mondtam, hogy ilyen nagyon gyors, meg hát egymagos gépeken, meg ilyen régi gépeken az a leggyorsabb igazából, meg legkevesebb overheadesebb, ahhoz viszont szükség van SSL támogatásra, szóval ha az nincsen, sajnos vannak olyan régi netbookok, ami például tök használható lenne, de az például nincsen már benne ez a SSL, hát ott sajnos azt nem tudjátok használni, ott valami régi Firefoxot kell használni, valahogy, vagy Ice Weasel-t, talán az Ice Weasel lenne hogy a legjobb. Látjátok, nagyon patent a gép. Mit csináljunk? Ja, játékot, valami játékot nézzünk. Fájlkezelőt, azt is nézzünk. Van ez a Ranger. Ezt tudom ajánlani. Egyébként a Double Commander-t is tudom még ajánlani. A Double Commander az... Kérdések, hogy fönn van-e? Nem, mert leszettem már. Most nem fogok telepíteni, csak azért, hogy rajta legyen. Tehát a Double Commander az olyan, mint a Total Commander. Tök úgy néz ki, és grafikus. Kompatibilis is valamennyire a pluginokkal, meg FreePascal-val lett csinálva, teljesen open source és ingyenes, Windows-zal is van egyébként, úgyhogy mindenkinek ajánlom. De már egy ideje átálltam erre a Ranger-re, ami egy terminálba is fut, tehát még grafikus felület nélkül is fut. Most ez persze továbbra is grafikus felület, meg itt mindegy, attól még használhatjátok így is. És lehet látni, hogy mindent például megnyit a alapszerkesztőjében, mondjuk ezt a Vim-be megnyitja, hogyha egy ilyen bináris, mint az előbb láttatok ez a program, akkor most nem tudom, miért nem futott el. Kép, tehát akkor ez a ja, SXIV vagy SX4, ez egy jó képnézegető egyébként, szóval Next, M betűvel, M betűvel meg P-vel, mint a Vim-mel úgy lehetett is váltogatni. Hogy Next meg Previews. Szóval ez például nagyon keveset evő eszik képnézegető típusú dolog. Ezeket azért mondom el, mert olyan eszközök ezek mind, amik szinte semmi RAM-ot nem esznek, meg semmi CPU-t sem esznek, és egy régi gépen, akkor is, ha nem Arch Linux, hanem egy mint én, Lubuntu-t érdemes talán megpróbálni, ha egy kicsit kraftosabb a gép, és nem szeretitek ennyire az Arch-ot. De például ott is lehet ugyanezeket a programokat fölrakni és használni. Mondjuk a Double Commander is azért nem eszik olyan sokat, de ezt még jobban megszerettem, ezt a Ranger-t. Például az is, mert Vim-es. Tehát azt mondom, hogy ugyanúgy a Per-jel lehet tudok keresni, és akkor mondjuk a munkakönyvtárra akarok ukrani, akkor azt mondom, hogy Per Mun.
és akkor már majdnem ott is vagyok. Meg Y-Y-ra tudok másolni, P betűvel pésztelni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a Vimre megszoktam. És nekem ez nagyon kézre áll, igazából azért használom. No, mindegy, nem így fogok oda menni, mert tudom, hogy hova akarok melyik játékot mutatni. Mit nézzünk? Szerintem nézzünk Age of 2-t, mert az, az mondjuk így egy király. Van egy másik vinyom, ami benne a gépben van, ezt külön bemontolom. Van rá kis script, amivel bemontolom. Ja, ezt is plusz tippként mondom, hogy hát lehet ezen is kicsit spórolni, hogy nem automatikusan montolódnak, meg nem kattingasz valami file választóban, meg ilyesmi, és bemontolódik. Nem írsz rá egy ilyen scriptet, hogy mond D, meg mond C is van. Ezek régen ilyen Windows-os meghajtók voltak valamikor, amikor ez a géphez még egy Windows járt. Ebből gondolom érzitek, hogy elég régóta létezik ez a gép, meg adatok rajta. Na, és ja, peremente, per vindé. Jó. Most ezeket lehetne úgy is bemondolni, hogy beteszem a leírását a mond parancsoknak a config file-ba, és akkor a rendszer indításakor ott lesz, de felesleges, mert igazából ezeket ritkán használom. Na, nem a mond template-et mutatjuk. Azt is majd megmutatjuk. Zone 2. Nem 1. Games. H2. És akkor itt van egy ilyen start.sh. Hát ez a start, ez csak annyi, hogy mit tudom, bekonfigolja a Wine, gondolom a Windows emulátort, azt így ismeritek, de most lehetne kattingatni. Az a Nexus az egyébként nagyon jó magyar játék. Azt is ajánlom mindenkinek. Nekem az kétszer is megvan véve, mert egyszer GameStar-ról is megvan, meg egyszer rendes dobozosban is megvan. No. Mert tegyük ki ezt egy olyan helyre, ahol látszik is. No. Vagy csak úgy elindítok egy, hogy ne a szaracénokkal, legyünk a hunokkal, mert mi vagyunk a magyarok. Ez csak azért mutatom, hogy Windowsos játékokra ugye egy régi X86-os gép, ilyen régi laptop, azért ilyen retro dolgokat játszani, az teljesen jó. Nyilván ezek még ennél gyengébb gépekre is meg voltak csinálva. Pontosan ugyanúgy működnek, ahogy elvárja az ember. Most én nem a Spirit of the Lord csatorna vagyok, szóval zárjuk be. Zárjuk be ezt a játékot. Csak hát szerettem volna megmutatni, hogy ugye ezek cson nélkül elmennek, nagyon sok minden elmegy. Most nyilván egy modern gépen, Linux alatt már tudsz telepíteni, vagy hívják Steamet, meg minden. Én is kipróbálgattam a céges laptopon is, mert ott ugye eléggé sokkal jobb a gép. Az cson nélkül megy ma már nagyon-nagyon sok mai játék is. De itt most direkt arról beszélünk, hogy egy régi 13 éves laptopnál mit lehet kihozni belőle. És láttatok, elég régi a CPU, a videokártyát is megmutatom. Ez PCI. Hát ez a Mobility Radeon XPS 200M, de drivert azért frissítgetik néha hozzá, meg én is egyébként már belejavítottam. Tehát itt már AMD Atinak mondja, pedig ez nyilván Ati volt még akkor, amikor ez kijött. Hát ez ilyen Ati Radeon 9800-as szerű képességekkel rendelkezik, csak annál modernebb egy kicsit a kártya. De nem generációval modernebb, csak ilyen apróságokban. És egyébként sajnos emiatt is van, hogy az R300 driver nem mindig működik. De azért a 99,9%-ában esetekben tényleg működik. Na. Akkor nézzük ezt a még egy pont. Nézzük a mond templéthez, oda megyek, de egyébként nem azt fogom először megmutatni. Először nézzünk egy Linuxos játékot, mert ott nézzünk Linuxos játékot is. Extreme Tux Racer biztos mindenki ismeri. Vagy aki nem, meg nem nagyon használt Linuxot, legyünk ez a karácsony körüli ember. Mert ja, legyünk simán a Linuxnak a pingvinje. Gyakoroljunk. És akkor azt mondja, hogy ez a
kimondta, hogy a pingvinek nem tudnak repülni, ez a kedvenc pályám. Nézzük meg, hogy ez natív Linux játék, tehát azért volt régen egy-kettő natív Linux játék, meg még magyar fejlesztésben is volt, amiről tudok, hogy natív Linuxra is működik, például a Theocracy, az például van natív Linuxra, és a CD-n rajta van egy Linuxos, hát nem Excel, hanem ilyen futtatható állomány. Ez például ingyenes játék, nagyon sok ingyenes is van, nem mindig a legjobbak, de ez például egy egészen élvezhető dolog. Még a GL-tront szoktam szeretni, az most nem tudom, föl van-e téve. Annak van profi változata, az a Armageddon, bár nekem mindig a GL-tron teszett jobban. Ugye az a Tron film alapján egy ilyen játék. Itt meg gondolom érzékelitek, hogy ennél a pingvinesnél megyünk le a hegyoldalba, és össze kell gyűjteni a halakat. Apropó, ezt a játékot például lehet használni kontrollerrel is, tehát vannak ilyen olcsó, mint én kínai kontrollerjeim valahol, és akkor például nem kell billentyűvel egérrel irányítani, mondjuk itt nem számít az egér, de szóval akkor kontrollerrel is lehet irányítani, és akkor elég jó ilyen gaminges feelingje van. Sok dolog ezekből például ilyen píken is működik, vagy a tévé, mondjuk egy nem okos tévé mögé betettek egy tévé okosítónak egy Atomic Pi-t, vagy egy Raspberry Pi-t, akkor ezek majdnem mind működnek, sőt egy Atomic Pi-n ennél, amit itt láttok, minden sokkal jobban működik, és az is X86, Windows-os játékok is mennek, tehát tudtok tévén Heroes 3-azni, meg ilyenek. Eléggé profi ez a dolog, vagy emulálni mindenféle dolgokat. Itt is van valahogy egy Turbo Graphics emulátor is rajta ezen is, de azért is mutatogatom ezeket a programokat is, hogy mi az, amik úgy általában futnak, miket lehet erre csinálni. Sokkal több mindent lehet csinálni, mint amiket itt mutatok, de hát ezek csak ugye példák, nem lehet végtelen hosszú videót csinálni. És akkor azt mondja, na még a Warband előtt, és a Tux Acer után, csak nézzük a MMT, mindé. Mutatok egy DOS-os játékot is. Ez a Zolofot nevű játék, amit én írtam még középiskolába, és sehol nem nagyon lett mutogatva. Na, nagybetűkkel kell írni itt, mert a Linux az kész szenzitív. Csak hogy egy ilyet is lássatok, de persze bármilyen DOS-os játék ugyanúgy futna. Vagy nem bármilyen, de a legtöbb, ami DOS-bukszal azért fut, az teljesen elmegy egy ilyen gépen, 13 éves gépen. Zolofot a peremvidék. Na most a grafikát azt nézzétek el, mert ezt pixelenként rajzoltam szó szerint. Tehát a rajzprogramot is még annól én írtam hozzá, egy 386-os gépre lett ezt csinálva. A legfontosabb, hogy rögtön elinduljatok, a Warthog kell menni, mert kilő ez a szemét. Viszont ha gyorsan mentek, gondolom látjátok a sarokba, hogy ez lehet, hogy fölteszem valahol ezt a játékot, csak azért is le lehessen tölteni. Azt hiszem a neten kín van, ilyen webbrowseres változatban. De szóval, ha gyorsan mentek, akkor viszont a pajzs az lemegy, az a kék csíkot a élet és a sebesség között a balfősi sarokba. És akkor sokkal többet sebeznek, hogyha eltalálnak minket. Szóval van egy ilyen érdekes játék, hogy akkor ki tudjuk kerülni jobban a lövedékeket, meg el tudunk menekülni, de úgy sokkal könnyebben sebezhetőbbek vagyunk. Most kicsit elmegyek messzebbre. Belassítunk, és a B betűvel elkezdjük lőni ezeket. Na, párszor eltaláltam. Hát amíg ilyen béna a űrhajónk, addig egy jobb stratégia bemenni egy ilyen aszteroida üvezetbe. Mert neki megy az aszteroidáknak, és az brutálisan csökkenti az életét. Sajnos mi is neki tudunk ütközni, és akkor a sebesség is csökken. Kicsit mély víz, ott egy ilyen bányászállomás, tudnánk kereskedni.
Kicsit mély víz, hogy rögtön egy ilyen masszív űrhajó megtámad a játék elején, de hát ez egy régi játék, és láttatok a robbanást, alig láttatok mi. Na jó, túléltük. Most egy kicsit, most lett egy kis pénzünk, mert ugye ilyenkor megkapjuk a pénzt, amit ez a hajó az kidob. És az első az elég sokat dob, úgyhogy tudunk venni kaját. Ami az, ja igen, vartal kell. És hát repoit azt most nem veszünk. Tripla löveget veszünk, inzertel. Meg hát reaktor is jó, mert egyébként akkor jobban visszatölt a pajzs. De inkább löveget fejlesztünk kettőt. Nem nagyon nitróra sincsen már pénz. Az plusz 3 gyorsaság, hogyha a N betűt nyomjátok. Van egyébként még nitrónk. Hát a többire most nincs pénz. Vizet tudok venni, hát az nem árt. Meg itt elég olcsó a kaja. Vettünk kettőt. Egy darab pénzem maradt. Ez eléggé kevés. De látjátok, hogy most már így hármasával tudok lőni. Aranyos kis játék, van helpje. Régen én mondom, ezt még középiskolában írtam, és sose lett rendesen befejezve. Voltak küldetések, vehetsz új hajót, meg ilyen dolgokat. Van ilyen űrbázis. De tényleg ezeket pixelenként rajzoltam, és billentyűzettel. Nem egér el. Mindegy, ez csak ilyen plusz információ. Jó van, igazából most itt mindenki Doom-ot játszana, vagy valamit, most igazából én azért mutattam ezt, mert ezt én írtam, és tudom, hogy rajta van a gépe, meg tudom, hogy melyik kövte, ott egy űrhajó roncs, ezt ki lehetne, meg lehetne szerezni. Inkább halljunk meg. Nitróval bemegyünk a izébe. Hát igen, nem ez a legjobb Game Over képernyő, szóval a véres lesz a képernyő, és így kilép. De azért, na mindegy, majd kiszedek valahogy, hogy ne lépjen ki majd a... Ja, azt hiszem a webes változatban meg van csinálva, hogy örök életed van gyakorlatilag. A vér az ott marad, de hát az ilyen. Na, ilyet is mutattam. Szóval egyébként arra, hogy így magadat szórakoztasd régi játékokkal, most azért láttátok a H2-t, még online is nyomják ma is, meg minden, szóval azért, meg mondjuk egy Heroes 3 az elég jól öregedett meg. Úgy értem, hogy a grafika az ma is szép, mert pixeles, rajzos, árt, vagy éppen mi az, ami még ilyen jó. A Nexus az például tökre jól működik ezen a gépen. Hát, kicsit tükrözni kellett hozzá, a blogomon ki van, vagy hogyan. Ott vannak róla a screenshotok, most azt nem indítom el, mert be kéne montolni az ISO-t, meg ilyen trükköket, és külső vinyom van. De elég sok mindent lehet csinálni, viszont játszunk kicsit Mountain Blade-et, mert azért egy 3D-sebb játékot is akarok mutatni, ez is Windows-os játék, és szerintem körülbelül az lesz a vége. Ennél a játéknak külön érdekesség, hogy ugyanezen a gépen, még amikor még valamikor volt rajta a Windows, brutálisan akadt. Tehát, hogy valahogy jobban működik ez, úgyhogy Vine-nal futtatjuk, és ez DirectX-es játék, és a Vine alakítja OpenGL-lé, mindegy, szóval nagyon sok kérdés felmerül, hogy ez hogyan lehetséges, hogy ez jobban működik Linuxon. De hát jobban működik Linuxon. Szóval vannak ilyen dolgok is. Azért ez általában ritka, mert azt lehet mondani, hogy tényleg átlagosan a játék mondjuk például ugyanilyen gépet igényelne, mint ez, akkor Vine-nal már pont vagy akadna, vagy éppen kicsit már nem annyira jól menne. Mert ugye emulációk akkor is vannak, meg minden. Ez nem emuláció, hanem átfordítja a Windows-os hívásokat Linux-os hívásokká, de hát mégiscsak ott van egy ilyen plusz réteg, meg nem mindig tökéletes. De azért nagyon jól el lehet vele játszogatni. És azért Windows-os dolgokat mutogatok, mert oké, ott volt az a Tux részeres játék, meg csomó Linux-os játék is van, de nyilván, hogyha van egy régi számítógéped, akkor lehet, hogy akarnál régi játékaidat játszani, vagy amit megszoktál, azokat használni. Úgyhogy azt akarom megmutatni, hogy mégis csak milyen az élmény egy 13 éves számítógépen. Töltsük be, inkább csináljuk újat. Ezt a játékot amúgy is mindenkinek ajánlom, mert ez egy nagyon-nagyon király dolog.
Tehát, hogyha valaki sose játszott a Warband-del, Waterblade Warband-del, akkor mindenképpen próbálja ki. Na, férfival legyünk. Nomádok voltunk, és a pusztában éltünk. Mik lettünk mi? Legyünk egyetemi hallgatók, és hát elüldöztek otthonunkból, de nagyon nagy szívás, realisztikus minden. Legyünk okosak, kicsit ügyesebbek is, még okosabbak. Jó, erősek legyünk, tudjunk nyilazni, mesterek legyünk, lovashiászok is legyünk, futni is jó, ha tudunk, kicsit védekezni, ülni is, dobni is, és itt teljesen jó is. Számszerűre is adunk kicsit, mert talán lehet, hogy számszerűvel fogunk kezdeni. És ezt úgy hívjuk magunkat, hogy YouTube. De nem fogunk egy longplay-t nyomni, azért ne aggódjatok. Kirandomizálom a... Csak meg akarom mutatni mégis, hogy mennyire jó működik egy ilyen, ilyesmi jellegi játék. És nyilván ez sem mai, de nem olyan régi azért. Tehát ez 2010 utáni, csak hát kicsit lejjebb lehetett venni a grafikát, és akkor ez simán elfut. Vegírekhez, lengyelekhez, vagy menjünk a kergitekhez, mert azok lovasnomádok, és mi is azok vagyunk. Na. Mondtam, hogy számszeríjam lesz. Az a szemét meg íjjal jön. Uha, bajok lesznek. Uff, a fejbe, azt hittem. Azért sikerült egy headshotot kigyorsztani. Fejlődtünk is két ponttal a számszerű gyászatban. Védekezzünk. Nagyon jó ennek a harcrendszere, mert úgy van, hogy jobbról meg balról tudsz ütni. Tehát, hogyha jobb oldalról mozgatod az egeret, akkor jobbról ütsz. És persze balra kattintasz közben. És ha bal oldalról, akkor balról ütsz. És védekezni is úgy kell ám. Tehát, hogyha most nem pajzsa védekezel, hanem... na. Mi a fene? Nincs elitem most, izé... Biztos eldobtam a kardot, vagy valami. Lehet, nincs is kardom. Akkor jól lelőttem. Na jó van. De látjátok, teljesen jól működik ez a játék, szóval... Ilyen érdekes. Tabban lehet, azt hiszem, hogy... Ja, igen. De teljesen akadásmentesen működnek azért ilyen viszonylag 2010 utáni játékok is ezen a 2007-es gépen. Toborozzunk embereket, menjünk a faluba. Valamire a görgető nem teljesen működik nekem. Szerintem az egér már kezd rossz lenni, és hogy... Na mindegy. Ja, hát egy csatát azért mutassunk. Mondjuk Ikamurba biztos lehet valami csatát kapni. Ezek a hülye nomádok! Oké. Okay. Szerintem így eléggé ki fogunk kapni. Főleg ezekkel a gyenge egységekkel. De tényleg úgy néz ki, hogy nincsen kardom. Úgyhogy lehet, hogy mégsem a görgetéssel van itten a baj, hanem egyszerűen csak azt a szégyen. Hú, de vagy baj lesz ebből. Nem baj. Ja, nem látom, hogy kardom lenne, mert a oldalamon kéne látnom. Jó, legalább a három embertől elvontam pár ilyet. Valakit megöltünk, azt a súlyos. Eléggé szerencsénk van. De ugye egyedül támadták ott hármat, úgyhogy így volt esélyük a háromnak. Lőjük ki a lovát talán. Valaki elesett. Megbotlott egy kőbe és elesett. Az a baj, a lova is gyorsabb. Íjjuk van. Na ez az, fejbe lőttem a lovat. Még mindig nem halt meg a ló.
pajzsa kivédte. Pedig ez most jó ötlet lett volna. Megint lesz ebből baj. Meg a töltény is el tudnám fogyni. Ezek még dárdával, hogyha egyszer leszúrnak, akkor végem van. Lovat kéne kilőni, akkor utána gyalogos lesz. Fejlődtünk ki a... Már egyszer nem szintet léptünk, vagy ilyesmi, csak kicsit jobban tudunk íjászkodni. Azaz! Elesett. Na nézzük. Ez is. Ezeket már könnyebb lesz. A szemét. És egyébként, sata közben, hogyha lett volna erre időm, akkor föl tudtam volna venni ilyen dolgokat. Aha. Jó van, oké. És ezzel például a lovakat meg tudnám állítani, csak az a baj, leszálltam volna a lovamról, görbe hátas lovamról, akkor nagyon megszívtam volna. Így lehet előre szegezni X-el a láncsát, és akkor paf. Nem halt meg a ló tőle. Tak. Szegény lovacska. Na mindegy, az ellenfélé volt. Nem tudjuk fogjulejteni. Egyik emberünk fejlődött, mert megölt valakit, és meggyógyít, meg tudjuk gyógyítani ilyenkor, azért 0/1-et mutat, mert nulla egészséges és egy gyógyítandó. Béna vadló, ez egyébként pont az, amit leszúrtam, melyenkor megkapjuk. Na, van most már kard. Veszünk egy ilyen sipkát. Hát ez sokkal jobb páncél, mint ami nekem van. Meg ilyen pajzs páncél. Meg ez a vászon zubony helyett is, ez egy kicsit érdekes, ez drágább, mint ez, de ez a jobb. Ezt egyébként ebben a játékban sokszor látjátok. Dárda, hát lehet, hogy van értelme. Nem. És kaptunk még Dénát is. Mindig üldöznek ezek a szemetek. Ezektől elmenekülnek, mert ezek marra nagy hadseregekkel jönnek. Persze itt lehet saját hadsereged, meg mindenféle okosság. Szintet lépni itt a küzdőtérbe fogunk, mert... Jó. Remek, ezt fogom tenni. Bemegyünk ki is. Ó, ezzel még esélyünk is lesz. Ilyenkor az a jó a pajzsnál, ott nem kell figyelni, milyen irányból ütnek, mert csak védekezel. És amíg ilyen nagyon gagyi kevés szintű vagy, addig ez körülbelül marha nagy előny, mert így is elég egy esélyen van kiszopni. Hát egy emberé nem kapunk semmit. Na nézzük, mennyi kéne a fejlődéshez. Hoho, nagyon kevés! Addig elviszem, hogy fejlődjünk egyet. Aztán szerintem vége lesz a videónak. Hát kapok pár dénát, hogy... A franc, hogy ne... Gyerünk. Basszus, kulcs! Ez az, fejlődtünk! Nem! Három lement tőlem. Tehát hármat azt én öltem meg, vagy én leütöttem. Ez fakadok a harcnak, szóval amikor nem megölöd. Kaptunk öt pénzjutalmat. És mennem kell viszlát. De nagyon jó kis játék, mit én tudsz céltanul sétálni az utcáknak, beszélni parasztokkal, teljesen élet van. A városi asszony biztos tudom, milyen itt az élet. Nehéz idők, mit tud eladni, vannak-e valami hírek, aki kivégeztetett valakit. Tehát ilyen jó kis életteli világja van ennek a játéknak, egy páncélkovacsnál venni jó cuccokat. 300 izétből nem sok minden, mert láttad ilyen, mondjuk ez a talár, ez is ilyen 1000-be kerülne. Kesztyűt, már majdnem meg tudjuk venni a kesztyűt. Lehet, hogy van egy olcsóbb fajta, nincs. Na mindegy. Szóval értitek a lényegét. Csak azt akartam megmutatni.
Jó, nyilván Monteblade 2-nek sokkal jobb a grafikája, sokkal későbbi játék. Ennek is van azért multija. Viszont, úgyhogy eléggé jó ahhoz képest, hogy most nyilván itt levettem a grafikát, tehát ha megnézitek, akkor alacsony, 16 bites, minden le van kapcsolva. Akkor full sebességgel megy. Biztos egy-két dolgot bekapcsolhatnék, és akkor még mindig full sebességgel menne. Na. Hopp, így maradt a felbontás. Na jó, akkor defresh. Ezt igazából szerintem ennyi. Ugye egy jó képet azért lehet ebből kapni, hogy nagyjából mire tudtok használni egy 13 éves gépet, tehát például fejleszteni tech cson nélkül lehet egy C++ fejleszteni, hogyha nem valami nagyon, nagyon olyan dolgot csináltok, ami hát igényli a hardware, tehát AI-t például azért ezen nehézebb csinálni, lehet, nem azt mondom, hogy lehetetlen, tudok is, de ott például kellhet gyorsítókártya, szóval ahhoz lehet, hogy az neccesebb. De grafikát is még úgy, ahogy lehet programozni, tehát OpenGL-t. Az már más kérdés, hogy ott nem tudtok pár dolgot kihasználni, mi az újabb GPU-ban van. Ez, amit itt láttok, ez körülbelül ilyen DirectX 9-es szintű videokártya. Tehát azért nem olyan rossz ez 2007-ből. Ez egy jó választás volt, de mondom, egy középszintű, belépő szintű gép volt ez akkor is már. Hát és nem hosszabbítanám ezt a videót, ennyiből már biztos mindenki le tudja vágni, de azt azért gondolom mindenki látja, hogy nagyon pöpec gyors ez a rendszer, tehát mondom, webezésre is jó, csetelgetni is jó, hát most Skype már annyira, nem annyira jól működik, mint korábban, mert azóta, mióta Microsoft megvette, Linuxon is lassabb lett, de van ez a Qtox, tehát az a Tox protokollon keresztül azzal tudsz videócsetelni is, már ha van külső kamera, de ehhez nincs beépített kamera. Úgyhogy azért elég sok mindenre jó egy ilyen régi gép is. Ja persze, hát LibreOffice, most nem tudom írni, hogy csó nélkül fog-e menni. Tehát ilyen Word, Excel, meg ilyesmi dolgokra van ez a LibreOffice. Hát ezt lehet, hogy nem várom meg, amíg betölt. Főleg, hogy most valami furcsa. Ja, nem? Jó. Nekem itt közben kicsit összeesett az asztal, lehet, hogy ti is azt látjátok. Jó, azt nem nézzük meg. Ó, basszus. Na mindegy, szóval itt vannak most nekem ilyen dokumentumok, amiket utoljára valamikor úgy kapcsoltam ki a gépet, hogy futott, és akkor most recoverelni akarja, de ez lehet, hogy most felesleges volt. Csak a diszkádot ugye nem akartam elnyomni, csak azért, hogy most ilyen rossz legyen. Uha, itt viszont vannak ilyen dolgok, amiket nem akartam, hogy ilyen cégnevek, meg ilyen dolgok megjelenjenek. Ez úgy se élő ajánlat, már meg semmi, úgyhogy az a lényeg, hogy működik. Tehát tudtok ugyanúgy Word-szerű, meg Excel-szerű dolgokat is csinálni, ha valakinek az kell esetleg. 64 bites gépre meg az OnlyOffice-t ajánlom, 32-esre a LibreOffice-t, úgyhogy talán ez legyen a végszó. Sziasztok!